Megadom a szót Matolcsi miniszter úrnak, parancsoljon. Szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam! Milyen egyetértek képviselőtársammal abban, hogy Magyarország új kormánya 2010-ben egy szinte megoldhatatlan helyzetet örökölt. Beavatkozás nélkül 7% felett lett volna az államháztartási hiány, ami azonnali pénzügyi csődhelyzetet jelentett. Lehetett volna a hagyományos, a 2008-ban kötött, akkor még érvényben lévő valutaalap, unió, világbank közös kölcsönmegállapodásának a szellemében kezelni az akkori azonnali pénzügyi válsághelyzetet. Lehetett volna, de nem ezt tettük. Hatalmas politikai, társadalmi, családi és üzleti vállalkozási ára lett volna akkor, ha egy újabb, a 2006 szeptemberétől érvényesített, megszorító politikát engedő országon érvényesülni. Ezért a második Orbán kormány az első akcióterben és utána is kizárólag olyan lépéseket tett, kizárólag olyan döntéseket hozott, amelyek egyszerre állították helyre a költségvetés egyensúlyát, és őrizték meg Magyarország növekedési képességét. Egyensúly és növekedés és foglalkoztatás együtt. Ez a kormányzati politika sikeres. Ez a gazdaságpolitika változatlan, hiszen sikeres. Gondoljuk el, hogy Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta, képviselőtársaim, először lesz képes önerőből 300% alatti bruttó hazai termékhez mért költségvetési hiányt produkálni. Először vagyunk képesek 2002 után jelentősen hatalmas mértékben csökkenteni a bruttó hazai termékhez mért államadósság szintjét. Persze ez mindig a valutárfolyam aktuális napi, sőt óra, sőt percnyi mértékétől függ, de a csökkenés az csökkenés, és egy óriási gazdaságtörténeti áttörés jelent. Egyszerre vagyunk képesek újból 2006 után először bővíteni a foglalkoztatást és csökkenteni a munkanélküliséget. Az Unió 27 tagállamok közül, képviselő úr, szeptemberben Magyarország volt képes a legjobban, leggyorsabban csökkenteni a munkanélküliség rátáját. 9,9% nagyon magas, de már 10% alatt van. Sikerült az Unió, ezenből az eurózóna átlagából növekedni. Ez nagyon régen volt. Sikerült a versenyképességben 4 helyet előrelépni. Ez is nagyon régen volt. Ez a gazdaságpolitika egyértelműen sikeres, és egyértelműen annak köszönhető, hogy nem ortodox, nem hagyományos, hanem bizony merész, bátor, szokatlan lépésekkel állítottuk helyre Magyarország gazdasági egyensúlyát. Ma azonban mindez veszélybe kerülhet két okból. Az egyik az eurózóna válsága, és erre képviselő társunk utalt. Ha önök megfigyelik a napi híreket, gondolom mindannyian ezt tesszük, akkor újabb és újabb eurózóna állam lép a veszélyeztetett országok sorába. Azt látjuk, hogy akik már benn vannak, egyre mélyebb, szinte kritikus szintű pénzügyi kockázattal rendelkeznek. Az eurózóna, az Európai Unió, mint meghatározó családunk válsága jelentős kockázatot jelent számukra. A másik kockázat a növekedés, ami ebből a kockázatból ered. Szükségünk van ezért egy olyan pénzügyi védőhálóra, ami már nem hagyományos, nem a 2008-as valutaalappal és unióval kötött védőháló, mert nem akarjuk lehívni azt a pénzügyi keretet, amelyre a védőháló megállapodása, ha sikerrel járnak a tárgyalásaink, érvényes. Lehívás helyett maradunk a pénzpiacon, a pénzpiaci finanszírozást könnyítjük, segítjük és gyorsítjuk az új védőhálóval, és egyben ezzel a biztonsági hálóval, egyfajta biztosítással érjük el, hogy a növekedésünk újból kockázatmentes legyen és biztonságban legyen. Tisztelt képviselőtársaim, továbbra is érvényes a gazdaságpolitika, növekedés plusz foglalkoztatás egyenlő, fenntartható egyensúly. Ez a politikánk sikeres, ezért folytatjuk. Köszönöm szépen!